A nagy hőségben sokan választották városunk uszodáját a forróság enyhítésére. Az országos tiszti főorvos ugyanis szerdáig a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást rendelt el. A többnapos forróság és perzselő napsütés még a legegészségesebb emberi szervezetet is könnyen megterheli. Városunk lakói közül, aki tud vízpartra megy, viszont ennél gyakrabban választják az otthoni hűsszobát a hőség elkerülésére. Nagyon meleg van, és szinte kibírhatatlan. És hát ez ellen inkább elmegyek barátaimmal ide a Dunajvárosi úszodába, vagy valahova elmegyünk Dunapartra sétálni, és valami fürdőzés mindig kell. Például ma is megyünk úsziba. Elég nehéz elviselni, de azért elviseljük. Sok folyadékfogyasztás délutánonként. Nem megyek sehova sem. Otthon a hűszobába kibírjuk. A harmadfokú hőségriasztást abban az esetben rendelik el, ha a napi középhőmérséklet legalább 3 egymást követő napon meghaladja a 27 Celsius fokot. Ezeken a forró napokon fokozottan ügyelni kell a megfelelő folyadékbevitelre, illetve azokra az óvintézkedésekre, amelyekkel elősegítjük közérzetünk javítását. Elsősorban vizes törők közül tarkóra, még otthon is, mivel nem rendelkezünk klímával, de azért eléggé el tudjuk viselni még ezt jelenleg. Kerülöm a napot, megyek a fák alá, tehát kerülöm így, ha megyek is az utcán, a napsütés. A legmelegebb órákban, vagyis 11 és 15 óra között ajánlatos a tűzőnap elkerülése, valamint ettől eltérő időpontban is törekedni kell az árnyékban tartózkodásra. Megfelelő figyelmet kell bőrünk védelmére is fordítanunk, hiszen a leghatékonyabban védekezni a leégés ellen naptejjel és világos, jól szellőző ruhával tudunk.